ágak, gajak, nyesedékek, jellemzően ilyen zöld hulladékok keletkeznek a kertészkedés során, amivel a lakótelepeken, így a Józsavárosban élők közül is sokan töltik szabadidejüket. Ezek összegyűjtését szolgálják azok a zöld hulladékgyűjtőpontok, amelyeket a városrész 6 pontján helyeznek ki kísérleti jelleggel. A lakosok igényei alapján térképezték fel a helyszíneket, a Kodály Zoltán utcában is az ő kérésükre alakítottak ki ilyet. Ők nagyon szívesen ápolják a panelházak körülötti kis kerteket, viszont nagyon sok zöld hulladék keletkezik ilyenkor, és nem tudják ezt hova gyűjteni, és azért kerestek meg, hogy találjunk erre valamilyen megoldást, hogy mi lenne ennek az útja, módja, hogy ezeket a zöld hulladékokat kényelmesen el tudják helyezni. Ekkor én fölkerestem a NyírVV társaságot, akik elmondták, hogy van erre lehetőség, és egy közös együttműködés alapján kialakult ez, hogy elkészítették ezeket a tárolókat, ezeket a kalodákat, amelyekbe big bag-eket helyeznek el, és ebben most már a lakosok kényelmesen tudják gyűjteni a zöld hulladékot. A fakalodákban lévő big bag zsákokat, miután megteltek, a NyírVV munkatársai szállítják el, az ürítés pedig a tapasztalatok függvényében később akár rendszeres gyűjtőjárattal is megoldhatják. A társaság ügyvezetőjének szavai szerint más lakótelepes városrészekbe is kikerülhetnek ilyen pontok még a nyár folyamán. A lakosok figyelmét ugyanakkor egy fontos dologra hívják fel. Az eszközöket rendeltetésszerűen használják, abba csak is a közterületen keletkező zöld hulladékot helyezzék el, és itt a hulladék szót azt időzőjelben mondanám, mert nekünk nem hulladékként fog majd, hulladékká minősítjük ezt az anyagot, hanem egy másodnyás anyaggá, amit a későbbiek folyamán egy aprítási eljárás után a borbányai lakótelepen fogunk majd talajtakaróként felhasználni. A Nyíregyházán élők a tapasztalatok szerint odafigyelnek a környezetükre, szeretik szembé élhetőbbé tenni azt, ebben pedig az önkormányzat több formában is partnerük. Visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor egy folyamatos építkező munkának lehetünk az egyik állomásán itt a zöld gyűjtőpontok kialakításánál, hiszen nagyon jól működik a balkonföld akció, több mint 100 ponton raktunk ki balkonföldeket, folyamatosan biztosítjuk a fa és cserjeültetéshez az alapanyagot, hogyha valaki mondjuk egy járda helyreállítás vagy építést akar kezdeményezni, ingyen kaphat a NyírVV-től járdalapokat, soldert, alapanyagokat, tehát építünk arra a lakosság öntevékeny kezdeményezésre, amely szebbé teszi a városunkat, és ehhez partnerséget adunk. A cél minden programmal az, hogy segítsék a lakosságot közvetlen környezetük gondozásában, annak érdekében, hogy együtt összefogva tegyék szebbé a várost.